reverse throw and a bit of a sit down. So now the girls' javelin qualification group A gets underway. We've had a few throws so far. We're picking it up midway through the first round with Karina Vukovic qualifying. The automatic mark is 52 metres. They're really close to that at the moment. That's over. So the Belarusian, 53.88 her personal best, and that's pretty close to it by going over the 52-metre mark. Like a lot of European performers over 52 metres this year, I make it 15. There's the first qualifier, Vukovic of Belarus. So back to the careful action then. This is Group A up on the scoreboard. Folytatódik az így próba, a táblán láthatjuk az A csoport versenyzőit a súlylökésben. Itt találhatjuk a cseh, Tobias Morti. Try and get close to the 52-metre mark. Personal best is some 5 metres in arrears of that. Not a good throw there from Usha Modrego. I'm looking forward in particular to the boys' 110-metre hurdles final. Going to take a break from commentary now. We have still on the live stream the girls' javelin qualifying groups. This is Group A, and you can see Hansi from Turkey just about to take a throw, and later on we've got javelin Group B. Also coming up very shortly, we have the shot put in the boys' decathlon. But please do join us back for live commentary from 5 o'clock, when we'll have just over 4 hours of terrific action here at the U18 European Athletics Under 18 Championships. See you shortly. Austria have qualified as well, 2:13.26 makes them one of the fastest also around, so well done to them. Maradtam meg egy események, így a dél előtti zárásaként, méghozzá ugye a lány gerejhajítás selejtezője, és a fiúkintróba súlylökés. Következik Lili Urbán gerejhajítás, valaki az idén már 53-83-ra hajtott a gerejt. Továbbra is a sárga vonal ott marad a német versenyző. ...52-83-mal érkezett ide. Egyelőre neki is gondot jelent az 52 méter. Butkevics már nem dob. Úgyhogy következik a román Limpea Larissa Georgia. This is Colanti. It's 7 from Colanti on 46-96. Tavzi of Ukraine, 47.50 with her first throw. Next up is Limbea. Limbea of Romania.
fiús ülőtésben, jelenleg Alexander Komarov 15 méter 47 centis fogása, amit figyelmet érdemel. Újabb szintesünk van Gerely hajításban, aki mehet ebédelni. Az előzetes esélyhatoltatásoknál említett Kaja Mörk-Petkessen 53 méter 38 módokon sárga vonalat, ő a döntő harmadik résztvevője. A holland Sven Janssons a távolugrás után küldökében is egyéni küldök ért el. 14 méter 61 centire lesz el az 5 kilós súlyos, ezzel 766 pontot fog hozzátenni az eredmény. A B csoportban a belga Hauszekét nevezett 13.57-tel, az osztrák Ablasser előtt, aki 13.56-ot lökött. Szabó Eszter 5. 49-54-jel, 12. eredmény Anna Hajkova 45-07-jel, és ne felejtsük el, hogy a mai hosszú délelőttől még lesz egy csoport gerelyhajító lő 16 versenyzővel. A Bocsimászi Kovapáert, Dejel Mörcs Petersen, a Norway. Közben Margarita Csuka az avolta a női gerélyhajításban is jelentősen javított. És mondta így a szerb Gyuri Csak. Széles kicsit beletrép, hát nem is picit, nagyot. Következik Lili Urbán, akinek nem kéne gondot jelenteni ez a selejtezőben, eddig gondot jelentett, és csak egy lehetősége van. Lili Urbán, Németország. Margarita Sukala, a Greece has gone 48-71 in Group A of the Javelin Throw, so Greece's Sukala is now in sixth position. Lili Urbán nagyon el van keseredve, az, hogy a fejét fogja, az nem meglepő. Visszatérve a súlydökéshez, egy újabb egyéni csúcs, a svéd Benjamin Pinklöv 13.92-vel. Egy újabb nagy lökés, a norvég Markus Rolt 14.89-vel, szintén egyéni csúcsot értett. Az a nagyon gyengéd a gerélyhajítás a csoportjában. Elvin Hollandit látjuk. No, ez már egy jobb dobásnak tűnik, megvárjuk majd a végén. Izgulj is a filmnek, természetesen neki sem mindegy. Eléggé hátulról kívült el, aztán nem akart kívülni semmiképpen sem. Elégedett a fátom az arcára. 15-12 lökött. Ebben a csoportban nem ez a legjobb lökés, hanem Arsenij Jelzimov 15 méter 99 centire lökke az 5 kilós golyót.
A Románia is giving a dobása. Kozjakosz nem vacakolt, innen messziről nézve egy nagyon nagy lökés. 15 méter 80 cm kezdésnek nem is olyan rossz. És akkor következik Szabó Eszter, Magyarország, gyerünk Eszti! Jó lesz! Jól van, egy nagy tapsot kérjük azoktól, akik még itt vannak, szép volt Eszti! Ez az, ez 50 fölött kell legyen! 50 méter 48, nagyon jó, följebb jövünk az ötödik helyre, de azért majd kell itt még izgulni. Szép volt! Következik az utolsó dobás a dalcsoportban, a lengyel Szimprus. Végre eltalálta azt a gerejt, hiszen 50 méter fölötti egyéni csúcsa van, és eddig 38 méterrel vétette észre magát. Ő is a fejét fogja. Hát itt voltak jó néhányan ebben a selejtezőben, akik fejüket fogták a német Urbán, most a lengyel hölgy. Nem úgy megy csak erej a hitás, hogy hölgyek meg, hogy ezt kellett volna, vagy szerették volna. Ennek is csak örülni tudunk, hiszen 5. helyen Szabó Eszter, 50 méter 48-as eredménnyel zárja ezt a csoportot. Javában zajlik a lányok elejhajtásának selejtezője, ez már ugye a négy csoport. Hát eddig senkinek nem sikerült az 52 métert megkötni. Már 80 kilobáltat a megkérdeztük, olyanokat, akiknek van közben. Egy kezében nem nagyobb, egy mini csúcsa. Úgy éppen kedvig tudjuk látogatni az első 50 méter felettük. Elina Cengó, Görögország. Is van, így kell ezt csinálni. Arra biztos vagyok benne, hogy őnek is van 58 méteres egyéni csúcsa, nézi meg eredményt. Török szurkolók nyugodtan, nézik végig.
Hogy dobni kell, még hozzá nem is olyan nagyot, de látható módon
Örülhet, hogy túlságosan erőködnek a lányok, nagyon-nagyon bele akarnak vágni a bagereibe. Egyszerűen lazának, nem valaki fejlen. No, hát akkor tapsunk kér, Dominika! Rakjuk össze! Ott a kanyarban, meg itt a lelátód is. Hátra ez segít! Van fehér zászló. Méter, 44 centiméter. Mágozatom a szag dobását láttuk most a lengyel hölgy. Tulajdonképpen a szlovák lány dobásának a jelentősége, ő az, aki még nem döntős helyen áll. A fehér oroszlány már biztos döntős, a most látott lengyel lány is biztos döntős. És ez is csak éppen a továbbjutást, a totális és gond nélküli továbbjutást jelentő sárga szalag alatt. Hosszina szépen megszírozta minden alkalommal a sárga szalagot középen. Tudással, valami biztonsággal, hogy ő biztosan ott lesz a tűzben. És akkor ezzel a dobással most már biztossá vált a 12-ös mezőny. Öten voltak azok, akik teljesítették a kvalifikációs szintet. Látni fogunk egy török, egy görög, egy norvég, egy fehér orosz, egy cseh, még egy fehér orosz, két ész, két német, egy lengyel, egy finn.